Itt a forgalmas szekszárdi Béri Balog Ádám utcában fényes nappal szólított le egy 11 éves kisfiút a két támadó. Ők is gyerekek voltak, még egyikőjük akkor 13, a másik 15 éves. Közrefogták az áldozatukat, majd megfenyegették. A rémült 11 éves fiú végül átadta nekik a zsebében levő mobiltelefonját. A fiatal rablókat hamar elfogták a rendőrök, és bár még gyerekek, már bíróság elé is álltak. Mivel az első, valamint a másodrendű vádlott a bűncselekmények elkövetésének csak egy részét ismerték be, ezért további tárgyalás tartása és további bizonyítási eljárás lefolytatása vált szükségessé. Pedig a fiúk valószínűleg jobban jártak volna, ha mindent beismernek az első bírósági meghallgatásukkor. Így ugyanis valószínűleg súlyosabb büntetést kapnak majd, mint ami most várt volna rájuk. Sőt, egy tavalyi módosítás miatt akár elzárással is büntethetőek lesznek. A törvény lehetőséget teremt arra, hogy egyes a társadalomra különösen veszélyes cselekmények esetében, így például rablás esetén, amennyiben az elkövető belátási képessége az elkövetéskor fennáll, akkor a 12 és a 14 év közötti korosztály büntetőjogi felelőssége is megállapítható legyen. A rabláskor 13 éves és 15 éves fiúk így akár több évre is rácsok mögé kerülhetnek.